Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár, tisztelt országgyűlés. Félreértés ne essék, most az egyszerűen a kormány teljesítményéről szeretnék beszélgetni, hanem hogy alapvetően a hulladékgazdálkodás kérdése az, ami foglalkoztatott. Államtitkár ugye tisztában van azzal, hogy kiszivárgott hírek alapján ugye júliustól 33 Pest megyei és Nógrád megyei településen állhat le a teljes hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a finanszírozás ellehetetlenülése miatt. 108 településen jelentettek be a közszolgáltatók további híreket arról, hogy az ország középső részében krízis várható, hiszen gyakorlatilag mindenütt a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT, tehát ez a hulladékos klikje az a kormánynak, ez a központosított rendszer próbálja átvenni a teljes szolgáltatást. Ugye ezt úgy szeretnék megvalósítani, hogy a szolgáltatók azok előlegezzék meg ennek az összes költségét, csinálják, végezzék el a munkát, és ez a központosított hulladékos klik, ez pedig ugye beszedi az összes pénzt, és majd ő kifizeti a szolgáltatókat. Na most ugye a klik tapasztalatán pont tudjuk, hogy ezek a központosított rendszerek ugye nem nagyon szeretnek fizetni, tehát hogy a pénzt beszedni szeretnek, visszafizetni szolgáltatóknak nem, és nyilvánvalóan a szolgáltatóktól nem várható az el, hogy gyakorlatilag maguk előlegezzenek meg mindent. Emiatt, amiután ezeknek is közel 50%-uk jelenleg is veszteséges, és nem folyik be hozzájuk a lakosságtól a forrás, hanem majd valamikor utal nekik ez a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT, emiatt felállhat az a helyzet, hogy ugye ilyen mennyiségű településen az országnak egy központi régójában hulladékgazdálkodási problémák merülnek fel. Arra kérném államtitkár urat, hogy nyugtasson meg az arról, hogy ez nem következik be, illetve kíváncsi lennék a kormány terveire, hogy hogyan előlegezi meg ezt a problémát. Illetve, hogyha megkérdezhetem és nem veszi tiszteletlenségnek, ugye sajtóértesülések több esetben emlegették Garancsi István és Mészáros Lőrinc nevét, hogy gyakorlatilag a rendszer tudatos tönkretételéről van szó. Abba bízok, hogy ezek csak ilyen újságiban megjelent kacsák, de azért megnyugtatna, hogyha konkrétan nyilatkozna ezzel kapcsolatban államtitkár úr, hogy mire számíthatunk. Várom tisztelettel válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Szabó Zsolt államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Szeretném megnyugtatni, nem így van, és mondom a tényeket. A kérdését nagyon nagy tisztelettel megköszönöm, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok olyan rémhír, alaptalan gazdasági politikai érv került ki a köztudatba, ami valójában nem igaz, és néhány számot majd mondok ezzel kapcsolatban. A közszolgáltatóknak a maguk szedhették be az április előtti teljesítésnek a pénzügyi tényét. Ezekből a pénzekből a mostani kiadások fedezetére van összeg, ezt ugye a számviteli törvény ezt elég határozottan szabályozza. Visszamenőlegesen hatályba pénzt adni nincs mód, nincs lehetőség ebben az ügyben. A likviditási problémákat nem okozhatta a hulladék átalakítás, a jelenlegi hulladék átalakítás, hiszen nem új közszolgáltató lép be, hanem ugyanaz a közszolgáltató végzi továbbra is a feladatát, és még utalni nem kellett ezeknek a közszolgáltatóknak a koordináló szerv részéről. Sokat mond az is, hogy az Észak-Pest, Nyugat-Nógrád megyei Kft. Beküldte az előleg igényét, amit most június 15-re egyébként fizetünk a közszolgáltatóknak. A kérelemhez azonban nem csatolt összeget, de még az indoklásban sem csatolt összeget. Mennyit kér? Mennyit adjunk neki? A Zöld Híd Nonprofit Kft. A másik ilyen cég, amelyik ilyen nyilatkozatokat tett, éppen a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal eljárása alatt áll, hiszen a fogyasztóktól jóval több díjat szerett be eddig a hulladék miatt, vagy a hulladék begyűjtés céljából, mint ami lehetősége lett volna. Ő 267 millió forint előleget kért, értékcsökkenésre visszamenőleg. Amortizációs pótlása. Megint nem a működésről beszélünk, megint valótlan az egész finanszírozás igény, amit felállította. Szeretném megnyugtatni képviselő urat, hogy a hulladékszolgáltatás semmiképpen nem áll le, a jogszabályok élnek, pénzügyi lehetőségek vannak, és segítünk pénzügyileg mindenkinek, aki megszorult. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!